Az elmúlt napok télies időjárása, a hajnali fagyok és a hideg napok nem csak a gyümölcstermesztőket állították nehéz helyzetbe, a magyar méhészek számára is rosszul alakul az év. 2020-ban a fagy 80%-os pusztulást okozott az akác első virágai között, és a szakemberek szerint idén is hasonló mértékű károkra lehet számítani. Az akác rüzsfakadás után, ha a fagyás éri, akkor már csak sajrúvirágot hoz. A sajrúvirág a rendes termésnek ilyen másodvirágzásnak nevezük, vagy egy sarjvirágzásnak, maximum egy ilyen 20%-os nektárt képes adni. És még nem virít az akác, és még mondanak későbbi május elejé fagyokat is. Vagyis hát akác szempontjából túl nagy termésre már maga az akácvirágzás miatt se tekinthetünk. Amit itt a kollégáktól hallunk, az már téli veszteségnek és a teljes pusztulásnak ilyen 30-40%-os pusztulásról beszélünk jelen pillanatban. De az, hogy ezek a családok még termelővé forduljanak végül is, nem 30-40% lesz ebből, hanem lehet, hogy a 60-70% lesz a gyenge családok, vagy az elpusztult családok száma, és maximum egy ilyen 30-40%-kal fogunk tudni termelni. Megkezdődött a gyümölcsfák virágzása, a gazdák már permeteznének, ami újabb veszélyforrás a méhek számára. A permet mérgezi a méheket. 2016 óta folyamatosan romlik a helyzet, és nem csak a méhek vannak veszélyben, minden beporzó rovart érinti a klímaváltozás és az ezzel járó mezőgazdasági változások. Szükségünk van a megporzókra, nem csak a méhekre, a megporzókra. Mi mesterségesen megpróbáljuk a méh családjainkat valami szinten életben tartani. Ez lehet, hogy arra elég, hogy megporzás történik. Na de csak a megporzásért, nekünk méhészeknek azért ebbe borzasztó nagy munkát, energiát, akár mondhatjuk, hogy pénzt kell ebbe belefektetni, hogy túléljék a családjaink, visszafejlesztjük a családok számát, és legyen megporzás. De ha nem tudunk semmit termelni, és csak a megporzásért termelünk, előbb-utóbb ezt mindenki bele fog unni, és ez egy életforma a méhészet, én azt mondom, és nem csak a pénzért kell ezt csinálni, de azért minden áron, most a luxussportok kategóriájába mondhatnánk már, mint a vadászat vagy horgászat. Azért méhészkedünk, hogy méhészkedhessünk. Ez az ágazat is kapott a gazdaságvédelmi alapból, méh családonként 2000 forint támogatást igényelhetnek a méhészek. Ezzel párhuzamosan indult el a Mentsük meg a méheket és a gazdákat című európai polgári kezdeményezés. Arra szeretnék felszólítani az Európai Bizottságot, hogy támogasson olyan mezőgazdasági modellt, amely harmóniát teremt a gazdák és a természet között. A kezdeményezést bárki aláírhatja, ismert emberek is csatlakoztak már hozzá. Segítsetek ti is a méheknek azzal, hogy aláírjátok ezt a petíciót. Segítsetek a méheknek azzal ti is, hogy saját környezeteteket, kerteteket méhbaráttá teszitek. Méhbarát kerteket. Mély barát Magyarországot!